Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este Pécsen. Ahogy már szoktuk, kezdjük ezt a darma beszédet is, a Tiszta Univerzum mantrájával, OM NAM, hétszer. Om. Köszönöm szépen. Amikor a hangot hallod, ha százszázalékosan hallod, akkor nem gondolkodsz. Amikor együtt a többi emberrel, egyé válsz a közösség energiájával. Tudom, hogy nyugaton ez szokatlan. Nyugaton az individuum erős és fontos, kreatív és kritikus, és általában az egyén oldaláról közelítünk meg mindent. Keleten a csoport, az egész, a világ oldaláról közelítettek meg a közelmúltig mindent. A zen a kettő közti egyensúlyt tanítja. Hogyan találod meg az egységet önmagadban, önmagad és a világ közt, önmagad és a társaid közt. Ehhez sokkal kevesebbet kell tennünk, mint gondolnád. Viszont sokkal többről kell lemondanunk, mint sem szeretnéd. A saját véleményeink, a saját elgondolásaink, a saját kivetítéseink a legkedvesebbek, mert azokban hiszünk. Azt én gondolom, azt én érzem, azt én tudom. Sőt, annyira, hogy azt akarom, hogy te meghald, megértsd, meglásd, és hidd el, adj nekem igazat, sőt, szeress érte, hogy én a projekcióimat rád vetítettem. Amikor ez nem történik meg, akkor a csalódástól a dühöngésig különböző reakcióink vannak. Ha éltünk eleget, akkor belátjuk, hogy ezek a reakciók semmiféle Tartós, pozitív eredményt nem hoznak. Van úgy, hogy a világgal harcolunk, van úgy, hogy egymással, van úgy, hogy magunkkal. A végén mindig az idő nyer. Rendkívül rövid időt töltünk ezen a Földön. Ezt az elképesztően rövid időt hogyan használjuk ki? A Nyugat tele van forradalmakkal. A kelet ehhez képest sokkal statikusabb, és a 20. századig lassabban fejlődő volt. Ha harcolunk, miért vagy kiért tesszük ezt, és milyen eszmeiség nevében? Keleten, ha fejlődik a társadalom, akkor milyen irányban, milyen társadalmi kultúrával, Ezekre a kérdésekre kívül és pusztán kívül nem fogod megkapni a választ. Általános és elméleti síkon nincs megoldás az emberiség problémáira. Nem marad más hátra, mint hogy magunkkal kezdjük, és bejárjuk azt a nagyon kellemetlen, illúzió veszteséggel teli utat, amely a belső letisztulásnak az útja, és magunkon kell kezdeni. Ha nem tesszük ezt, akkor új bort régi hordóba szeretnénk tölteni. Akkor nem tisztultunk le kellőképpen, és nem újítottuk meg saját magunkat, és ezért a világot a régi szülőkön keresztül látjuk. Nézd meg, hogy hány vallás igyekezett megváltani az embert. Hány butha mutatta az utat. Hány ideológia, gondolkodásmód és egyéb született, miközben mi emberek csak szaporodtunk, szaporodtunk, most már majdnem 8 milliárdan vagyunk, és így élünk ezen a bolygón, ahogy. Így viszonyulunk egymáshoz, ahogy. Ilyen társadalmat teremtünk, amiért. Miért van ez? Értsük meg, hogy mindaz, amit a karma hátizsákjában lehozunk, és a tudattalamban tárolunk, az múlandó, feltételhez kötött, és befejezetlen vagy tökéletlen. Ha így nézed, mindenen tudunk változtatni. De valójában akarunk-e, merjük-e annyira őszintén látni magunkat, a másikat, és ezt a világot, hogy lényegi változást akarjunk. Ezen tanítók összes erőfeszítésének dacára a minőségi fejlődés még nem érte el azt a szintet, hogy ennyi ember ezen a bolygón békében éljen. Néz körül. Nem értük el még azt a tudatszintet, hogy a környezetünkre úgy vigyázzunk, hogy a Föld szívesen lásson minket itt. Tehát a következő 10-20-30 évben és azon túl a következő választási lehetőségeink vannak. Minőségi emelkedés, és megtanulunk együtt élni egymással, háborúk, éhénység, válságok és hazugságok tolvallások nélkül, vagy pedig a mennyiségünk fog csökkenni, mert elveszünk egymástól, kioltjuk egymás életét, és közben pedig ezt a bolygót teljesen tönkretesszük. És ennek a minőségemelkedésnek az alapfeltétele az az éberség, az a tudatosság és az a látás, amelyet nagyon sok út tanít, a zen az egyik ilyen. A zen útja egy olyan kérdéssel kezdődik, amely befelé irányul. És azzal a személlyel, azzal az önképpel foglalkozik, amely ebben a világban, mint énség megnyilvánul. Tehát kimondjuk azt, hogy én magyarul, I angolul, ich németül, de ez a valami belül nem változik ettől. A kultúránk, a szerepeink, azok kondicionált, felvett dolgok, amelyekbe vagy beleszületünk, vagy pedig tudatosan belekerülünk. Mi az, ami ezt teszi? Mi az, ami valakivé válik? A test minden egyes sejtje megújítja magát hét évenként. A személyiségben te magad, az önképed hogyan újul meg? Hogyan frissülsz föl egy igazabb önvalódra? Ezek a kérdések nem filozófiaiak, végképp nem vallásosak. Innen vannak a pszichológián, és túl vannak a berögződött nézeteken. Ha az emberiség minőség emelkedésére rátekintünk, mindig olyasféle szellemi ősrobbanásokkal indult, mint például Sákyamoni Buddha megjelenése, egy patriarkális vonal kiemelkedése, és utána annak a folyamatos leszármazása, több ágra szakadása és megjelenése ebben a pillanatban. A Jézusi mű és az apostoli átadás hasonló. A Laoce által indított taoista vonal a sok-sok remetén és tanítón keresztül hasonló. Jöttek a megújítók. Bodhi dharma ezer évvel buddha után a zent végül is teljes formában megmutatta. Az azelőtti pár száz éves evolúció Botidarmával, Kínában, a Tang dinasztiában elérte azt a tisztasági fokot, azt a működőképességet, amelyet a következő 1500 évben máig bizonyított. Itt a nyugati féltekén a sok-sok karizmatikus és lánglelkű tanító közül kiemelkedik Assisi Szent Ferenc, aki a hitet, itt nyugaton megújította, és szándékosan nem mondom egyetlen keresztény vallás ízvilágaként. Ő elsősorban a lélekről és a hitről tett tanúbizonyságot. Nem pedig valamilyen dogmatikáról, vagy keretrendszerről. A darmai életmű ugyanúgy meghaladja a buddhizmust a zen formájában, a gyekhartmester meghaladja az akkori katolicizmus fix ideáit, dogmáit és nézeteit. Azért beszélek szellemi ősrobbanásokról és megújítókról, mert nehezen hiszed, de mindannyian képesek vagyunk erre. Hogy hány évtizeden vagy életen keresztül kell dolgoznunk ezért, ez másodlagos. A buddha tanítása az, hogy mindannyian képesek vagyunk a felébredésre, ez a buddha természet egyetemessége és egyöntetűsége. Ez az elején nagyon-nagyon jól és kellemesen hangzik, mint hogyha valaki a távolból kapilavasztú királyságából így megsimogatná a fejedet, hogy igen, te is buddha lehetsz. És ez így is van. De a felnőtt változat ennek a tanításnak az, hogy helyetted senki sem világosodhat meg. Helyetted senki sem viheti a karmádat. Helyetted senki sem válhat tudatossá. Helyetted senki sem dolgozhatja ki önmagad jobbik verzióját. Tehát az egyetemes felelősség és az univerzális lehetőség az itt kapcsolódik egymáshoz. Sohasem gondold azt, hogy egy tan jó vagy rossz üzenetet közöl. Ha jóként vagy rosszként látod egy transzcendens tanítás üzenetét, akkor valamit nem vettél észre, valamit nem láttál meg belőle. A zen éppen ezért paradoxonokkal dolgozik, ahol a fény és az árnyék, az élet és a halál, a tudható és a tudhatatlan szorosan egymás mellé van rendelve, nehogy az egyiket vagy a másikat szem előtt évezd. Attól függ, hogy a szűrőid épp akkor mit kívánnak. Nagyon sokan szeretik a pozitív gondolkodást. Ezzel nincs semmi baj. De ha csak a pozitívumokkal törődsz, akkor automatikusan próbálod a negatívumokat kiszűrni, később elnyomni, később megsemmisíteni, és ezáltal egy féloldalas, téves és nagyon lehatárolt létezéshez jutunk. Az, hogy elérd a felébredést, és ezzé a szellemi ősrobbanásá váj az semmi más nem kell, mint az önkép és önvaló közti távolság megszüntetése. Ahol a világ és te egyé váltok, ahol a paradoxonok, az ellentétek teljes pompájukban tündökölnek, és ekkor a vízcsepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Ilyenkor megszűnik a kérdés, hogy megszűnik-e a vízcsepp, mert az óceán vízcseppekből áll. És megszűnik az a kérdés, hogy a vízcsepp egyedül van-e, mert tengernyi más vízcsepp veszi körül. Megszűnik az a kérdés, hogy a vízcsepp önmaga-e, mert a csöppsége megszűnt, csak a vízsége maradt. Ez tehát az önkép és az önvaló közti távolság Először így csökkentése, utána pedig megszüntetése, mert ekkor ismerjük meg önmagunkat teljes mértékben. Ekkor oszlik el a dualisztikus, hamis önkép utolsó morzsája is. Minél nagyobb a távolság önképünk és önvalónk között, annál nagyobb az a szenvedés, amelyet mi a világra mérünk, illetve az, amit a világ ránk mér. Innen tudod, hogy hol állsz? Innen tudod, hogy az úton hol tartasz. Nincs rövid vagy hosszú út. Nincsenek rövidítések vagy gyorsítások. Egyedül ez a pillanat létezik, amelyben vagy tisztán látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolsz, érzel, beszélsz, cselekszel, emlékszel, vagy sem. Ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. A személyiségednek nincs kettő vagy több aspektusa. Éppen ilyen, ahogy most benned figyel, ahogy most kinéz a fejedből a szemeden át, ahogy most hallgat a füleddel. Nem kell messzire menned azért, hogy megtaláld a lényeget pusztán szüntesd meg azt a dualisztikus zajt és kényszermozgást, amely a személyes narratíva eredménye, amely az állandó önképgyártás eredménye. És amikor ez megszűnik, akkor a gondolati, a beszédbeli és az érzelmi energiák visszatérnek a kezdet és a vég helyére. Ezért látod a meditátorok kezét nagyrészt, a zenben és a dzogcsemben biztos, itt, a köldök előtt. Ez az a tartás, ez az a pont, ez az az energiaállapot, ahol még vagy már nem keletkeznek duális képzetek, illúziók és berögződöttségek. Ha meg akarsz szabadulni a szenvedéstől, meg kell szabadulnod az illúzióittól. Ezért a zen az illúzió vesztés és a realizáció útja. Itt ülünk egy nagyon jól felszerelt, gyönyörű színházteremben, ti ültök ott, a közönség szintjén, én itt, a színpadon, az előadó helyén. Ez bármikor változhat. Bármikor cserélődhet. Egy nem cserélődik, hogy a fény, a látás onnan jön azokból, a kis bódékból, fönt a menyezetről és oldalról. Ez az irány, ez nem változik, és ez a látást meghatározza ezen fény segítségével látunk mindent. A léleknek van ilyen fény, ezt így hívják, hogy tudatosság. Hogy ebben a pillanatban mit gondolsz, mit érzel. A testnek is van ilyen tudatossága, itt most, milyen tartásban ülsz, mit csinálsz, hogy tartod a kezed, a lábad, a törzsed, hogy áll a fejed, hogy lélegzel, és a zenben a test, a lélegzet és a mentáltest test tudatossága együtt adja az egységélményt. A test, a lélek és a tudat ahhoz hasonlít, mint amikor egy széfen van három zár, ha mind a három tárcsát a nullára visszaállítod, akkor kinyílik a széf, mert megvalósult a nem mozduló test, nem mozduló energia és nem mozduló elme állapota ne várd azt, hogy ebben a szépben valami gyémántszerű kincset találsz, vagy Uramisten, budha szobrot. A kinyiláskor eltűnik a szép. És ekkor tudod, hogy találtál valamit, amit nem tudsz megfogni. Ráleltél a lényegre, amely nem név és nem forma, akármilyen módszerrel jutsz el a tapasztalat széléig, csak a nem gondolkodás által tapasztalható meg. Ennek nincs neve és nincs formája, élete és halála. Különböző neveken illetjük, de mihelyt elnevezted, az már csak részben igaz. Nevezhetjük lényegnek, igaz természetnek, igazi önvalónak. De minden egyéb, ami jobban tárgyasítja, az már távolabb áll igazi önmagától. A nem tudható, de tapasztalható önvaló, ez egy kicsit hosszú, de eléggé hibamentes megnevezés. Azt hisszük, hogy ha idáig eljutunk, akkor úgy minden megoldódik. Akkor úgy beléptünk a nirvánába. Ez így önmagában korlátozott és téves nézet. Mégis a realizáció tapasztalata nélkül nem tudunk érdemben az úton tovább lépni. Amikor a lényeget tapasztalod, akkor a tudat letisztul, mint a tér, mint a tükör. És ha megmaradsz pusztán a lényegnél, akkor előbb-utóbb egy ragaszkodást fejlesztesz ki. Elmagányosodsz, nem érdekel a világ, jól vagy, de nem is jól. Nem vagy rosszul, de valami nem stimmel. És a lényeghez való ragaszkodás előbb-utóbb kilúgozza az életet, nem engedi élni az életet. Mint ahogy a kocsmába járók sem 100%-os alkoholt isznak, mert attól nagyon gyorsan meg lehetne halni. Hát a lényeg tapasztalása nagyon fontos, mert enélkül nincs tisztaság, nincs egyévállás. De ha ehhez ragaszkodunk, elveszítjük azt az életet, amelyet élni jöttünk, amiért testben vagyunk. Nem foglalkozunk a karmánkkal, amelyet most már tényleg tisztítani kellene. Ezért a következő lépés az, hogy ezt a tiszta, tükörszerű lényeget elkezdjük használni. És a használata az igazság látása kívül is, belül is, mint azt tudjátok, az zen nem jóra vagy rosszra bontja a világot. A maga ilyenségében látja, kívül és belül egyaránt. Milyen mikrokozmoszt viszek belül? Milyen makrokozmoszt élek kívül? A kettő közt mélységes összefüggés van. Ha belül tisztán látom az igazságot, akkor előbb-utóbb kívül is tisztán fogom látni, és megfordítva. Mindegy, hogy hol kezded, mindegy, hogy melyik az első szinte pillanatod, mindegy, hogy mikor kezdeszel ténylegesen tisztán látni, szándékos vagy véletlenszerű ferdítések, szűrések, kivetítések nélkül. Az út tehát rendkívül egyszerű, de az igazsággal nem ér véget, hiszen azt mondom, hogy az ég kék és a fű zöld, ettől még az edények ott maradtak mosatlanul a mosogatóban a kertet nem ásta föl senki, és az éret gyümölcsöt nem vittük be a konyhába. Tehát a harmadik része ennek a praxisnak a működés. Az a fajta hozzáállás, hogy ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. A lényeg, igazság és cselekvés hármas egységére épül az út. Akármelyik hiányzik, az ember félre Az igazságba belefeledkezők előbb-utóbb leszoknak arról, hogy segítsenek másoknak. A lényeget elvesztők elméletivé, szárazzá és pusztán intellektuálissá válnak. Akik a működésbe feledkeznek bele, azok örökbuzgó és frusztrációban élő emberek lesznek. Mert a cselekedetüket nem az igazság látása, illetve a lényeg tapasztalása irányítja? Ma este, csak ezt a hármat nézd meg magadban. Mi a lényeg? Mennyiben tapasztaltad? Mi az igazság? Milyen tisztán látod itt és most? Mi a teendőd, és mi az, amitől tényleg tartózkodni kellene, mint szokás berögződés. Automatikus cselekvés. Ennek a háromnak a tükrében az életünk nagyon-nagyon egyszerűen és tisztán látható. És kívánom azt, hogy mindenki a saját motivációját követve jusson el addig a belső gyakorlatig, ahol ez letisztázódik és tapasztalattá érik. A bevezetőmet szeretném egy Koannal, egy zen történettel zárni amely így szól, egy nagyszerű gyakorló, Détong Song három világkorszakon átült a darmateremben, és mégsem világosodott meg. Miért? Mert nem akart. Ez azért fontos, mert a gyakorlat formáját előbb-utóbb fölveszed, ha szeretnéd, és megszokhatod hogy kell ülni, hogy kell lélegezni, hogy kell viselkedni egy templomban vagy egy zenközpontban. De itt nem, hogy nem ér véget a történet, hanem igazából most kezdődik. Igazából most lehet ötösbe kapcsolni, mert a teljes járművet elsajátítottad, ismered, az összes kezelőszervet, mindent tudsz. Nagyon sokan itt hagyják abba, mert megszűnt érdekesnek és kihívásnak lenni. Pedig most kéne igazából dolgozni, hogy már megszámoltuk a sarkokat, tudjuk, hogy mi hol van. Ekkor tudunk igazából segíteni magunkon és másokon egyaránt. A tapasztalatot nem helyettesíti semmi, ez a tanítás csak annyit ér, és csak arra jó, hogy elhozzon téged a döntés széléig, előbb vagy utóbb. Ha a zen útját illető képzeteket és döntéseket illetően segíthetek bárkinek, akkor kérlek, hogy tegyél fel egy kérdést. Szeretnélek megkérdezni a külső és a belső igazságról, hogy ezt hogy értetted, hogy van egy külső igazság és egy belső igazság. Fel tudod idézni magadban az eget? Igen. Milyen színű? Hát, ha általánosságban mondjuk kék, de... Mindenki... Az mindig kék, ha felhős, akkor a felhőket látod. Az ég mindig kék. Ha kívül kimész nappal, milyen színű az ég? Akkor ez a külső és belső igazság egyezése. Az éggel ez nagyon könnyű, de amikor mondjuk emberi kapcsolatban vagyunk, akkor az, amit te közölni szeretnél a másikkal, és az, amit értett, az mennyiben azonos és különböző. Tehát nézd meg azt, hogy belül mi volt, amit szerettél volna mondani, éreztetni a másikkal, és ő valójában rajtad kívül, már egy külső univerzumban, mit értett ebből, mit érzett ebből. Ez már nehezebb. Folyamatosan félreértjük egymást. Tehát mondunk valamit, és azt hisszük, hogy a másik pontosan úgy érti, ahogy azt mi szeretnénk. Olvass el egy-két Szókratész párbeszédet, Krisztus előtt 400 körüli nagyon komoly görög filozófusunkról van szó, aki az európai kultúra filozófiai alapját azért eléggé megkarcolta. Folyamatosan az a tanításának a lényege, hogy meg szeretné tudni, hogy aki beszélget vele, az megértette-e azt, amit ő mondott. És folyamatosan kiderül, hogy nem, vagy nem annyira, nem úgy, nem eléggé. Úgyhogy a külső és a belső igazság az akkor válik egyé, amikor a tükröd teljesen letisztul részedről, és a beszélgető partner tükre is elég tiszta ahhoz, hogy kellő mértékben felfogja azt, amit közölsz vele. Így. De azért néha nem nehéz. Te tudod, hogy a csoki édes, odadod a gyereknek, megeszi és eszméletlenül boldog. Akkor tudod, hogy a kétféle édes élmény között Ugyan van különbség, de mindegy. Ez biztonságos. Ez teljesen. Néha a különbségek egyáltalán nem ártanak, és tudjuk, hogy a te édes élményed és a gyermek édes élményed teljesen más lehet, és ez nem probléma. Ott van a húsba vágó különbség, amikor a működésben már nagyon-nagyon eltérő eredmény mutatkozik meg. Kiderül, hogy az igazságot nagyon másképp láttuk. Mondok egy példát. Ketten kimennek az ég alá. Ugyanezt a párbeszédet lefojtatják. Kék az ég? Igen. Kék az ég? Igen. De az enyém kékebb, mint a tied. Csak innentől kezdve baj van. Innentől kezdve nem tudunk -e együttműködni. Úgyhogy ezért kell az igazságot nagyon szépen, nagyon világosan kideríteni, mert ha ezt jól tesszük, akkor ez az együttműködés alapja. Az együttműködés törvénye pedig a darma az ok és okozat törvénye, az a fajta intelligens, de nem személyfüggő működés, amely minden szemét magában foglal, de véleményfüggetlen. És ez a működés megmutatja, hogy mennyire látjuk tisztán az igazságot. Ha ezt a mondatot megjegyzed, és elolvasod ma este a híreket, akkor egész másképp fogod látni. Én szeretném megkérdezni a kreativitás és a rutin a mai előadásodban el az egyetemen beszéltél elő erről, hogy ö, én mindig azt hittem, hogy a kreativitás az egy, az egy nagyon jó dolog, ha van, és hogy, ö, és hogy ezzel úgy minden szituációban szinte ö, lehet megoldást ö, találni. És, és én ilyenre egy hagyaszkoztam is sokszor az életembe, és ö, utána te valamennyire párhuzamot vontál a, a kreativitás és a, és a rutinba átment ugye a keleti kultúrákban, hogy... Ismétlés, nem rutin, ismétlés, ismétlés, az más. Hogy erről esetleg tudnál egy picit Persze. nekünk beszélni, kérlek? Én javaslom, hogy akit ez érdekel, az nézze meg a Takumi című filmet, Kával, fenn van a Youtube-on és ingyenes. 60 ezer órányi munkával kialakított mesterségekről van szó, 3 plusz 1 három szerves és egy szervetlen, három individuum és egy kollektívum között. Az individuumokról fogok beszélni. Kreatív művészetről kérdeztél, ott van egy apán hölgy, aki 60 ezer órát töltött három háromdimenziós origami készítésével, amelyek teljesen mások, mint ezek a kis hajtogatások. Ott indul, hogy ő meríti a papírt. Tehát megkeresi a cellulózt, amiből a papírt szeretné meríteni, elmegy a most már saját üzemébe meríti a papír, de nem mindegy, hogy mekkorát, mert egyből szeretné ezzel a kis snitzerrel kivágni 6-8 hónap alatt az egy darab origamit. Úgyhogy egészen nagy méretű és minőségű dolgokról van szó. Az egy origamit 6-8 hónapon keresztül napi 14 órán átvágja, és ismétli a snitzerrel a kis mozdulatokat teljes csendben. És ha azt nézed, hogy ez kívülről milyen rutinszerű, hogy ugye tól, íg, óra, papír, meritem, ott vagyok, kivágom, kiviszem, fölemelem, és közben semmi nem történik, ez a normális inger küszöbű embert teljesen meg tudná zakkantani. Bekapcsolná rögtön valami zenét, kimennél sétálni, háromszor megnézed a mobilodat percenként, hogy írtak-e neked a chat programodon, itt ilyen nincs. Tehát az ismétlés az nem robotszerűség, hanem egy rendkívül fókuszált, világos cselekvés, ami a forma szintjén ismétlődik, és a lényeg szintjén pedig egyre tökéletesebb lesz. És amikor kész az origami, például csinált egy olyan állat szobrot origamiból, amit amikor összehajtott és összeállított, akkor egyszer nem hitted el, hogy ezt ember alkotta. Szándékosan ezzel kezdtem, mert a második, amely sorrendben a filmben az első, ez egy templomi ács, és ő nekem természetesen az összes közül a legközelebb áll a szívemhez. Egy olyan embert képzelj el, aki úgy néz ki, mint egy megvilágosodott szent, és közben családos, őshajú, 65-70 között volt a film készítésekor, és egy szágyalúval dolgozott 30 éven keresztül. És bemutatja, hogy hogy lehet 30 éves rutinnal egy teljesen kerek, konuszos oszlopot így kézzel úgy meghúzni, hogy teljesen egyenletes két mm körüli vastagságú a forgács, ami följön, és ami az eredmény, az gyakorlatilag egy tökéletes kör a fán. Tehát ehhez kell egy olyan összeszedettség, egy olyan minőség, ami az ismétlés nélkül nem képzelhető el. És ezt azért ezen a filmen szemléltetem, mert talán ez a magas iskolája, amit láthatsz, ami publikus mert amikor a zenteremben ülsz 60 ezer órát, akkor az nem annyira látható, hogy mi történik, a koan interjúban kiderül, hogy milyen minőségű a tudatod. Hogy pontosan hogy vágtad ki a téves nézeteket a kóan szövetéből. És az ismétlés nélkül szerintem semmi nem képzelhető el, ami minőségi, még egy tojás sem. De hogy hogyan ismétled, milyen tudattal, hogy fejlődsz -e közben, vagy leállsz az éberség gyakorlatában, elgépiesedsz -e, vagy kiteljesedsz -e, ez nem a mozdulatok függvénye, ez a tudatosság függvénye, amivel csinálod. A harmadik az egy éttermes ember, csak hogy meglegyen a sztori. Ő egy erdő közepére tett egy olyan éttermet, ami csak földúton érhető el. Nincs menü, nincs étlap, Hetekre előre el van adva az a két családnyi hely, aki beférebb a tradicionális agyagépítésű ilyen nád, zsúb, fedélhez hasonló architektúrájú épületbe, és ő azzal vált ilyenné, hogy mivel egy erdő közepén van, ezért minden reggel, sőt hajnalban, Kimegy az erdőbe, és összeszedi az aznapi két családnyi ebédre, meg magára a nyersanyagot az erdőből. Ez itt indul. Nincs teherautó, nincs beszállítás, egyedül a rizs jön, és kész. És minden más az erdőből aznap. Azért ez elég verhetetlen, hogyha valaki húsz évig ezt tudja csinálni. Na, erre föl lehet fejlődni. Ezt meg lehet csinálni. Ez csak tőled függ hogy a te aretéd, vagy erényed, ahogy a görögök mondták, az miben teljesedik ki? Valójában mit akarsz csinálni? Tudod? Vagy csak pénzt keresel? És minden tiszteletem, hogyha pénzt keresel, mert manapság munkával még az is nehéz. Tudjuk. Tehát nagyon nagy kalandám itthon dolgozni. De valójában azt csinálod, amit szeretsz? Beleteszed a hitedet? Mert hogyha nem teszed bele, akkor nem szereted. Hobbi. Persze, hobbi. Olyan van. De valójában a hobbi az nem életforma. Az egy kis szabadidős foglalkozás. Tehát amikor amiben hiszel azzal, úgy tudsz pénzt keresni, hogy életformád is, és ezért még tisztelnek is, mert olyan minőséget mutatsz meg, amely a világon máshol vagy egyáltalán nincs, vagy nagyon ritkán van, akkor szerencsés ember vagy. És hogyha a bevezetőben elhangzott tanítást ide veszed, akkor mindenki alkalmas erre. Mindenkiben benne van a lehetőség. De feltetted de akár egyszer is azt a kérdést, hogy mi a dolgom belül? Mi a dolgom? Csak sodródok a világgal? Vagy megtalálom azt, hogy miért születtem meg? Elég nagy a különbség. Én azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjuk azt gondolja az ember, hogy megvan a dolga, amit csinál. Ha gondolja, akkor még nincs. Ha csinálja is. Ami ha csinálja, a dolga. akkor közelít. Igen. <gül> <gül> Honnan lehet azt tudni, hogy nem csak magamért csinálom, hanem valami olyat csinálok, ami esetleg rajtam túlmutat, és majd másoknak is segít? Két alapismerv. Az egyik, hogy másoknak is segít, másoknak is örömet okoz, nem csak neked. A másik, hogy amikor fölteszed újra a kérdést belül egy magányos estén, az angol csatornának a partján, abban a kis szobában, ahol az esőcseppek szépen folynak le az ablakon, és a szél mozgatja a zsalugátert, és a téglák réseiben pedig fütyül, ugye? Ott, abban a magányban fölteheted azt a kérdést, hogy ez a dolgom? És ez nem kételkedés, ez rátekintés. És hogyha mindenféle akaratvektor nélkül, pozitív-negatív kivetülés nélkül a tükörből ugyanez jön vissza, akkor az a dolgod. És ha nem, akkor teljesen más fog följönni róla. Sőt, kapsz egy olyan belső visszajelzést, hogy. Uh -huh. Vagy egy nagyon kemény mondatot. Csak az ember általában olyan mértékben ragaszkodik az önvédelméhez, hogy ezeket az önképváltó impulzusokat nem engedi a felszínre. Én vagyok 14. Lajos, Franciaország jelenlegi királya. Tehát az állam én vagyok. Ugye? És ezen nem tudott változtatni egészen a nap leszálltáig. Úgyhogy kérdezzünk, mert a kérdés kinyitja a tudatot, és a mélyből fölhozza azt a választ, ami ott van, és érvényes, még akkor is, hogyha nem akartad látni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az életem során volt egy csomó olyan dolog, amiben hittem, és volt egy csomó olyan történés, amikor ez így kártyaverként dölt össze. És most úgy érzem sokszor, hogy így, tehát, hogy nincs így talaj a talpam alatt. És úgy, úgy meg vagyok, meg meg. Várjál? Igen. Van. 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 <laughs> okay. Örömmel jelenthetem, hogy van. Szóval, hogy így nehéz most újra hinnem valamiben, mert hogy így minden összedőlt körülöttem. Akkor ne a hit oldaláról közelítsd meg, mert abban még nincs semmiféle szilárdság. Javaslok egy belső kérdést, hiszen a hitrendszered az az öntudatodból fakad. Hogy mi ez belül? Mi ez, ami hisz vagy nem hisz? Menj el a gyökeréig. Menj el abba a pontba, ahol a hit vagy hitetlenség keletkezik. Az nyugiban van. Ott nincs kérdés, hogy hiszem vagy nem hiszem, mert tapasztalod, hogy ez a pont, ez a valami az, ami hisz vagy nem hisz. Ezt ragad meg. És akkor minden leegyszerűsödik, és a félelmek elmúlnak. Jó, egészen racionálisan tudunk félni. Hidegen, szisztematikusan, éveken át. És az üzenet az, hogy nem kell. Felesleges. Semmit nem érünk el vele. Egyszerűsítsük le a gondolkodást. Amikor kell, legyen minőségi összetett és kiterjedő. De ha túl bonyolult, akkor beleakadsz, mint halász a hálójába. Ne akadjunk bele a saját elmesszüleményeinkbe, Az olyan, mint amikor a Teremtőt a saját teremtése korlátozza. Tipikus kicsit pesti vicc az, hogy tud-e az Úristen akkor a sziklát teremteni, amit nem emel föl? És ebben a szellemben a válasz az, hogy ha akar, mert az ember biztos tud mi, ezzel, mi iszonyú jók vagyunk ebben. Tehát olyan erőket szabadítunk föl, belül és kívül, hogy nem tudjuk később uralni. Olyan folyamatokat indítunk el a világban, a társadalomban, még a saját családunkban is, hogy csak úgy nézed, hogy úgy, ez, ez hogy? És látod rajta a saját új lenyomatodat, mind a tizet. Te mondtad, te gondoltad, te érezted, éreztetted és tetted az elején. Ez volt a lavinána, az első picikek is hógörgeteg, és utána beterítette a völgyet. Nézd meg a saját pillanatnyi tudatállapotodat, energiállapotodat, viselkedésedet. Ebből következik minden, a hited is. Hogyan lehet ebben a világban, úgyhogy itt kell élnünk, és egy csomó dolgot csinálnunk, eljutni az igazi önvalónkhoz? Honnan jön a kérdésed? Nagyon belülről. Akkor ott nagyon belül ott van. Ennyi? Nem elég? Nem. Szalad a kutya a csont után. Amit most hallottatok, az egy zen interjúnak a teljes fegyverzete volt, hiszen egy olyan dologra kérdezett kedves közönségünk, amelyre szóban nem lehet kielégítő választ adni. Rávezetni, tapasztaltatni, viszont igen. Most ez történt, és tapsoljuk meg a bátorságát. Köszönjük szépen! Egyéb kérdés. Véleményed szerint van-e olyan a mostani teremtésben, amit nem az Úr hozott létre? Van-e olyan a mostani teremtésben, amit az Úr hozott amit létre? Amit nem, nem az Úr hozott létre. Tehát ami nem a teremtő kiáradása? Meghallottam a kérdésedet, és válaszolok rá. Köszönöm. Van-e olyan a mostani teremtésben, amit az Úr hozott létre? amit nem az úr hozott Nehéz kenyér ez Nézd meg újra YouTube-ról. Már meghallottad a választ, csak nem megy be. Nem feltétlenül vagyok YouTube-os, de értem. Egyéb kérdés? Van egy ilyen kérdésem, hogy, illetve van, hogy elképzelhető az, Hogyha születik egy gyermek, elég határozott talentumokkal, tehát egészen korán ki látszik rajta, hogy milyen tehetségek lapulnak a hátizsákjában. Mozart? Akár. Vagy a és te siad? A lányom. A lányom. A lányom. A lányomról beszélek. Aki már 25 éves, és egyszerűen valamiért úgy alakul a pályája, hogy nem sikerül harmadik, negyedik, ötödik nekifutásra sem úgy kibontakoztatni, hogy, hogy ez gyümölcsöt is hozzon. Nem csak sikerterén, hanem, hanem megnyilvánulás terén, tehát hogy adni is tudjon a publikumnak. Kérdezd meg tőle, hogy hívják? Keresztem. Alexandra. Alexandra. És te nem így szoktad szólítani, hogy szólítod? Így is szoktam szólítani. Hmm. Igen, a kislányom. Valami rövidebb neve nincs. Ali. Van, ez az Ali. Tehát az Alexandra az akkor van, amikor nem mosta el maga után az vacsora edényt. Az Ali, amikor beszélt. Tehát a lényeg az, hogy Ali, te és a tehetséged azonos vagy különböző. Ugyanis amíg azonosítja magát a tehetségével, addig az összes személyiség problémája, bizonytalansága, félelme és egyebbe bele fog menni ebbe. Tehát ha ő erre helyesen válaszol, akkor lesz érett arra, hogy lámpaláz nélkül, fiaskok nélkül, frusztráció és egyéb nélkül adjon a közönségnek és magának is. El kell jutnia odáig, hogy mi az, ami nem a tehetség, de mégis ő. Elmondjam, hogy mi volt a legnagyobb tanulás az elmúlt húsz év alatt számomra? Az, hogy senki nincs a színpadon. Oké? Okay. Mert akkor csak történik a darma beszéd magától. Én semmit nem csinálok. Ez a titka. A tehetség az az, hogy benned autonóm módon, éberen, tisztán irányváltva működik, és se előtte, se utána nincs semmi, amit énnek nevezhetsz. Alatta meg végképp nem. Oké? Okay. Idáig 25 éves, hát mindjárt a Szaturnusz ciklus végére ér. 3-4 év. Tehát visszajut abba a sors környezetbe, ahol ő született mentálisan, csak eltelt közben 28-29 év. Tehát ez a nevelés, ez most nagyon-nagyon adekvát, mert már érti a kérdést. Tehát tanulja meg úgy használni a tehetségét, hogy meg tudja különböztetni a kezet a bottól, a hangszert a hangtól, az alajt a tártól, és egy kicsit megnyugszik, kicsit megpihen, és mivel ez megvolt, utána száz százalékig egyé tud vele válni, és gondolkodás nélkül mondjuk zongorázik. Például. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy én, mint szülő, mit tudok tenni azért, hogy például a gyermekem megtalálja a tényleges önvalóját, és ne pedig olyan képeket kövessen, amit mondjuk a társadalom felé. Rengeteget! Rengeteget, és hát mivel aktív gyermeket nevelő apuka vagy, ezért tudhatod, hogy a gyermek nem a szavakat követi, és még csak nem is a szülői akarat vastagját, hanem a példát. És ebből a szempontból szörnyűséges a tapasztalat, hogy te mondhatsz akármit, a gyerek ellesi a példádat, és követi is. De az első az, hogy a te életedben megvalósítod azt, amit nem vársz el a gyerektől, csak arra lelkesíted ezáltal, hogy kövesse az utat, amit te is követsz. Nagyon fontos az, hogy ne az álmaink megvalósulásaként tekintsünk az utódra, mert akkor aztán csalódni fogunk, és elidegenedés lesz a vége. És tudom, hogy nem innen jött a kérdésed, és ez nagyon jó. De a gyermek nem tudja igazi önvalóját megtalálni gyermekként. Ahhoz felnőtté kell válnia. Tehát az apának a felnőtté válást, a férfivá, az emberré válást kell segítenie, és olyan helyzetbe hozni tudatosan a fiát, hogy belőle férfi legyen. Ezt csak az apa tudja elérni. Anyuka nem, párkapcsolat nem, egyéb környezet nem. Az apa, mivel elképesztően erős a lélekközösség a fiúval, férfivá tudja nevelni a próbatételek, szeretet, gondolkodás, együttkérdezés, együtt tapasztalás által. És ez sokkal inkább elsajátítás, semmint tanulás. És hogyha te felmered tenni a kérdést belül, akkor az szavak, ráhatás, gondolkodás nélkül átmegy a fiúba, és majd ő is fölteszi. Boldogult apám kardiopatológus professzor volt, és titkon én éreztem, nagyon-nagyon szerette volna, hogyha a nyomdokaiba lépnék. És az egész világ összedőlt benne, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, aztán még egyszer összedőlt, amikor szerzetes lettem, harmadszor meg akkor, amikor tanítóként hazajöttem Kóriából, amikor látta, hogy itt már nagy változás nem lesz. Tette ezt úgy, hogy a második és a harmadik impulzus között kint voltak jó anyámmal Kóriában, és meglátták, hogy ez egy érvényes hagyomány, nem pedig valami hóbort, vagy valakinek az őrülete, hanem hát úgy 2500 éve tolják, és úgy Koreában csak 1600 -17. Találkoztak a tanítómmal. Na, az egy gyönyörű nap volt. Darma és karma a legmagasabb szinten egy szobában. Fél órát beszélgetett apám Szungszenzen mesterrel angolul. Ez fantasztikus. Viszont akkor megtört valami benne. Ki nem tudott hibát találni. Látta, hogy én már nem az leszek, akinek ő akar. És ha lett volna türelme bevárni mondjuk még tíz évet, akkor látja, hogy az a diagnosztikus látásmód, amit tanított, az ma megjelent legalább tucatszor. Az az akarat, ami benne volt, az építi a templomot bennem. Sorolhatnám, de csak hármat emelek ki, mert ezt maximának szánta, és meg is fogadtam az első, fiam tud, hogy mi a legfontosabb. És ő ezt demonstrálta is. 70 éves koráig reggel 8-tól este hatig bent a kórházban laboratórium csinálta. Nem volt kérdés, hétvége az hétvége, család. Nem volt appelláta a munkában, a pontosságban, a precizitásban, az odafigyelésben, a minőségben. Nézzen rá most arra az életmódra, amit a fia ezáltal tanult. Tehát tudd, hogy mi a legfontosabb. Második, amit csinálsz, csináld a legjobban. Itt se volt könyörület, mert hogyha valami nem olyan volt, akkor azt vagy még egyszer, vagy újra. És a harmadik, hogy fejezd be, amit elkezdtél. Nem kell több egy élethez. De nem mondta meg, mert látta, hogy nem mondhatja meg, hogy én ki legyek. Tehát ő a szívfejlődést kutatta itt. Én a szívfejlődést kutatom itt. Csak ő elektromikroszkóppal nyugodjon békében, én pedig a meditációval. Ugyanúgy scanning, tehát pásztázó. Csak az egyik elektronsugárral pásztáz, a másik az éberséggel. Lehet ez. Csak türelem. Köszönöm. Szíves. Az előzőhöz csatlakoznék, az előző hozzászólóhoz: hogyha ez az apai mély nevelés elmaradt, és mondjuk halálukán ez már be sem pótolható, akkor mihez kezdhet az ember ezen a téren? Ahhoz, hogy az utat járd, ahhoz az apai példa és ráhatás nagyon fontos, de Utána önállóvá kell válnod. Hogyha túl korán kellett ezt tenned, akkor az nehezebb. Ha túl későn, akkor szintén nehéz, mert valahol nem tudtál az apai mintáról leválni. Le kell róla válni, önállóvá kell válni, és egy jó apa ezt tudja. Egy jó tanító is tudja, hogy a tanítvány, a fiú nem fog a végtelenségig mellette ülni, van 5, 10, 20, 25 évet, ki tudja mennyi, add át azt, amit az adott pillanat megkíván. Sose lesz teljes, sose lesz tökéletes. Éppen ezért olyan értékes az emberi élet, mert egyetlen egy dolog biztos, hogy meg fogunk halni. Az összes többi bizonytalan. És ezért dolgozunk annyit azokért a minőségekért, amelyeket ebben az életben megélünk. A mai este az apai mintázatok estéje, úgy tűnik és a helyzet az, hogy ezeket át kell tudni adni, legyen az anya és lánya közt, apa és fia közt, és tanító és tanítvány közt, mert ott ugye nem vérszerinti a kötődés, de azért lehet elég erős. Ha megnézed, milyen rövid az ember élet, mennyire kiszámíthatatlan, milyen könnyen elveszítjük a fonalat, akkor ez adja az értékét, ez figyelteti velünk a pillanatot, hogy nehogy elveszítsem a fókuszt, és hogy tegyem a dolgom. Át lehet adni azokat a mintákat. Ha kevés volt, akkor máshonnan egy más apa figurától be lehet pótolni. Én pontosan láttam azt, hogy apámnak mekkora törés az, amikor azokra a transzcendens kérdésekre, amelyekre sem ő, sem más a családból nem tudott választ adni, egy korei zenmester viszont igen. Két évbe telt, amíg el tudta fogadni, hogy ez az én gyakorlat számomra egyáltalán létezik. És rengeteget beszélgettünk. Hát volt egy olyan időszak ennek az országnak az életében, amikor hétfőnként nem volt tévéadás. Emlékszünk? Ugye? Nem volt az olyan rossz. Csak ugye hiányozna a reklámidő, úgyhogy manapság ez már lehetetlen. És lementünk a Városligetbe tőlünk pár sarokra, és sétáltunk, és beszélgettünk. Ez volt a hétfő este. És később amikor már ugyan volt tévéadás, de minek nézzem, akkor szintén beszélgettünk. 90 őszétől indult számomra az egy és mivel egy lakásban laktunk, de külön-külön szobában, ezért hétfő esténként hazamentem, átmentem a szobáján, és lefeküdtem volna, ha apám meg nem kérdezi, úgy két-három hetente, hogy fiam, hát mi csinálsz te odafönt a Szabadsághegyen ott a zenesek között? És én adtam neki jó fiú módjára, fiatal, friss, intellektus, lelkezzen gyakorló, mondtam neki, adtam az ívet, de nem úgy, hogy nekem most inkább igazam van, mint neki, hanem informáltam. És mindig talált benne valamit, mindig vitatkoztunk egy idő után, ez nem jó, az nem stimmel, ezt nem hiszem, ez nem kerek, és ez olyan két év volt. Tehát egyikünk sem mondhatja, hogy ő nem volt kitartó, én nem voltam türelmes, azok voltunk. Ő nem fordult el ettől, én nem voltam arrogáns, nem pantítottam le. Aztán egyszer csak, kettő-kettő és fél év után, egy ugyanilyen hétfőn, amikor hazaérek, este fél tíz környékén, ott találom, olvassak is könyvét, ott van a pohár bora az ágya mellett, és ugyanúgy felteszi ezt a kérdést, és már tudtam az eredményt. Tehát ezerféle úton, de ugyanaz lett volna. És azt mondtam, apa, több mint két éve beszélgettünk a zenről, és mindig vitatkozunk róla. Én ma este nem szeretnék vitatkozni. Arra kérlek csak, hogyha azt látod, hogy az életben hibázom, szólj. Na, azóta nem kérdezett az erről. És nem annak szántam, de itt valami más történt. Itt az történt, hogy elismertem újra az apaságát, mint fiú, de az utamat azt megtartottam, mert nem szűntem meg zen gyakorolni, csak kíváncsi voltam arra, hogy ő apaként mit mond nekem, hibázom-e vagy sem. Ott, akkor, később, máshol. És ez nagyon fontos, hogy a fiú a fejlődése közben lássa azt, hogy ő merre megy, hogy válik felnőtté, az apja mindig az apja marad. Mindig. És ez sokat segített neki is, hogy később a zent ne teoretikusan, akár vallásosan, akár tudományosan fogja föl, hanem a fián keresztül. Aztán valamennyire csak sikerült. Már egyéb kérdés. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy zen gyakorlóból miként válik egy ember zen tanítványá? A zen gyakorló akkor válik zen tanítványá, amikor rendszeresen jár a templomba. És jön zen elvonulásokra, és szembe merülni a tanítóval zen interjún. Tehát az, hogy valaki zen gyakorol, az lehet közkeletű, már közszájon forgó terminussal, akár sufni tuning is, tehát, hogy nem kell nekem a tanító, mert az csak zavar, majd elolvasom én a tanítást a könyvből, meg a netről, ugye? Majd én kiművelem magam. A csoport az meg végképp nem kell, mert az összes többi emberre nem vagyok kíváncsi ők mind a szamszárában ottan vannak, én meg megyek a nirvánába, szervusztok. Na, ekkor szoktuk megütni a falat nagyon erősen, a saját véleményeinkkel. Neves, mert most már végre a humorosabb része jön a ma estének, az eleje tényleg egy kicsikét szomorkás volt, de anélkül sincs ezen. Viszont, hogyha valaki a kis énségébe bezárva zen gyakorol, mivel nincs semmilyen szimbólumrendszer, vagy intellektuális struktúra, vagy valamilyen réteg, ami megfogja, mint a védőháló, ugye az artistát, úgy neki tud menni a falnak, hogy azon nyomban azt hiszi, hogy ő butha, és hogy ő megvilágosodott, és hogy ő most valaki lett, meg hogy ilyen-olyan élményei voltak, és akkor megmehet a kezelőbe. Az nem jó. Tehát az zen gyakorló tekintetbe veszi, hogy a három legértékesebb a budha, a dharma és a szanga, az még nem ő az bizony még nem ő, azt valahol magán kívül kell megtalálni. Tehát találjon egy tanítót, akiben bízik, egy tant, amit követhet, és egy közösséget, ahol őt elfogadják, és ő is elfogadja őket. És akkor lehet arról beszélni, hogy gyakorlunk, és tanítványá váltunk egyszerre. Mert ha nem, akkor csak a véleményünk, az én falunk és az egyebünk erősödik. És közben azt terjesztjük magunkról, hogy zengyakorlók vagyunk, közben hibát hibára halmozunk, egyre erősebbek a vélemények, ott honnan lehet látni? Nem érti meg őt a világ. Egyre kevésbé érti meg őt a világ, pedig ő nagyon tudja. Ő már manifestálta, csak éppen nem segített senkinek, ő nem értett meg senkit, és nem talál lényegesen semmit az útján. Viszont vélemények ilyen garmadával, halomra, Általában úgy derül, hogy mindent tud. Azt mondanám, hogy tragédia, de nem, átmeneti állapotnak mondanám. Elmondtam az előbb az egyik műhelytitkot. A másik hasonló műhelytitok az, hogy amikor a tanításban egy kicsikét benne vagy, mert a tanítód felkért rá, felhatalmazott rá, nem másért, akkor rájössz, hogy te valójában semmit nem tudsz. Átáramlik rajtad az, amit mások jóvoltából tapasztaltál. Ezek a tapasztalatok adnak egy koherens, következetes rendszert, ezt nevezhetjük tudást, de az, hogy ez a tied, hát az a legnagyobb illúzió. Hát kitől tanultad? Kik voltak a tanítóid? Persze, használd a saját szemedet, füledet és elmédet, ezzel hozzáteszed a saját részedet. Ez fontos. De nehogy azt itt, hogy az a tied. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ha valaki helyesen viszonyul a tanításhoz, akkor megköszöni a tanítóinak, és az erényt továbbadja, a hibák az övéi. És kész. És fontos a különbség az gyakorló és ezen tanítvány között, és kívánom, hogy mindenki valahol legyen tanítvány. Találja meg a tanítóját, a tanítást és a tanítványi közösséget. Ekkor tudsz fejlődni. És ekkor tudsz később segíteni másokon, akik ugyanezt szeretnék. Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogyha az életben, így kinézőben van egy egy ilyen komolyabb döntés, és hogyha, tehát hogy nem úgy gondolom, hogy az egyik az jó, a másik az rossz, hanem van két, két irány, amelyre mehetek. És hogyha ha választok, akkor nyilván az a döntésnek lesznek következményei, és azzal teremtek egy újabb karmát magamnak. Így van. Uh, és most ebből a szempontból van-e különbség akkor a döntések között? Hát persze. Nézd meg a csongor és tündét. Ott nem kettőt, három van. Tehát fellép a hármas útra. Magyarul egy olyan általános kérdést tettél föl, amire lehetetlen normális választ adni, mert az egyszerű választ az, hogy igen, lesz következménye, mint mindennek, ha nem döntesz akkor is, ha átválasztasz akkor is, ha bét akkor is. De honnan tudod, hogy nincs C vagy D? Tehát nem szabad a világ által felkínált verziókra szorítkozni, nézd meg azt, hogy ténylegesen az adott helyzetben mi a helyes. Tehát a helyes helyzet felismerés. Helyes kapcsolatteremtés és helyes működés. Erre van szükség. Nagyon sokszor hamis alternatívák vannak, egyik se jó, dolgoz ki azt, ami ténylegesen helyes. Okay? Köszönöm. Szívesen. Onnan látod, hogy meghosszabbítod a döntésedet időben, térben az okozatiság vektorai mentén, és hogyha az irány helyes, akkor a döntés is helyes, mert akkor az eredmény per eredmények azok boldogságot, szeretetet, megelégedést, stb. hoztak. És hogyha pedig ezek a vektorok olyan irányba mutatnak, amely még több szenvedés, még több szegénység, még több nélkülözés, és a többi ember által teremtett szenvedésről van szó, akkor helytelen. Tehát innen lehet látni. Több kérdés elhangzott családdal, tanítással, szülővel, gyerekkel kapcsolatosan. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a segítőkkel és a barátokkal kapcsolatosan, milyen tanítást tudnál nekünk mondani. Mi van szükséged? Nagyon sok jó embert látok itt a közönség körében. Azt szeretném tudni, hogy mind motiváció, mind eredményesség, mind jutalmazás, mind megfogadás képpen hogyan látod te ezt? Egyszerűen, tehát hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor adj neki, és ne várj viszonzást. Majd viszonozza ő. És az, hogy itt az emberek jók vagy rosszak, ezt én nem merném megmondani. Én igyekszem úgy látni titeket, ahogy vagytok. A motivációtokkal együtt, a szándékkal együtt. És ha helyesen látom az embert, akkor el tudok tőle fogadni segítséget, ha nekem van rá szükségem, és tudok neki adni, hogyha ő neki van rá szüksége. Ezen a látáson múlik az egész. Hidd el, hogy én is korai tanítói éveimben pont a buddha természetről szóló tanítás miatt nagyon bíztam abban, hogy egy pár ember nagyon gyorsan meg fog világosodni, mert én segítettem nekik. Nagyon érdekes eredmények voltak. Oda is vissza is. Elérte, elvesztette. Évekig nem történt semmi, egyszer megvolt, soha nem láttam többet. Tehát nagyon sok ilyen részleges letisztult, gyönyörűséges tapasztalattal bíró tanítványom jött és ment, mert valamit nem vette észre, és ezt úgy hívják, hogy lojalitás. Tehát az a fajta hála, amit a tanítót felé érzel, hogyha egy tanítás segítséget kaptál, az nem múlhat el nyomtalanul, és nem lehet csak egy üdvözlő lap, vagy egy boríték, vagy egy táblacsoki. Tehát az olyasféle lojalitás, hogyha meglátod a tanértékét, akkor segíted a tanítódat, mert azt tőle kaptad. Szungszenzen Mester nagyon híres mondatpárját szeretném idézni. Ha valaki éhes, adj neki enni. Ha valaki szomjas, adj neki inni. És hidd el, hogy azért kint kóriában volt időnk átgondolni, hogy ezt miért mondja így. Egyszerűen azért, mert az emberek nagy része inni ad az éhezőnek, és enni ad a szomjazónak. Mert ő ezt így tartja jónak. Tehát a fixa ideáink, a beépített elvárásaink, a berögződöttségeink segítség közben kikövezik az utat a pokolba. Úgyhogy ezért kell az a tisztánlátás, amivel felismerem a cselekvő együttérzés és a nem dualisztikus bölcsesség gyakorlata által, hogy igen, az előttem lévő ember szomjas. Tehát inni adok neki és nem egy konténer használt ruhát. Enni adok neki, ha éhes, és a többi. Úgyhogy ennyit a segítőkről és a segítségről, mert nézd meg azt, hogy te bármely helyzetben lehet segítő, és egy pillanattal később szorulhatsz segítségre. Ne legyenek illúzióid. Bármikor. Nézd meg azt, hogy abban a helyzetben felőled mi a korrekt hozzáállás. Mi a korrekt kapcsolat. Néhányan megtapasztaltunk olyan helyzeteket mostanában az életünkben, hogy az életünk bizonyos területein magas színvonalat, a maga szakmájukon, területükön elég magas színvonalat képviselő emberekről kiderültek bizonyos dolgok. Ők elég zseniális dolgokat tettek le az asztalra. És aztán szembesülünk azzal, hogy ezekben az emberekben elég komoly, hogy hogy mondjam, sötét oldal is, vagy valami ilyesmi is él. Úgy mi a helyes látásmód a számunkra, vagy mi lehet a számunkra az, hogy értékeljük ezt a zsenialitást, és ne dobjuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket is. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy saját isdel a darmát, és hagyd ott a karmát. Tehát ezek a zseniális kreatív emberek, akikről beszélsz, ők valamilyen gyönyörűséges alkotást, élményt adnak a világnak. És eközben van egy olyan állati, sötét vagy egyéb oldaluk, amely ha kiderül, akkor hát ez összeférhetetlenséget mutat az a gyönyörűséggel, amit a világnak adnak. Azt kevesen látják, hogy ez a gyönyörűség, ez az alkotás, ez az extatikus teremtés, ez pont ebből a sötétségből jött. Csak át lett többszörös desztilláláson, alkotáson, kifőzésen, lefaragáson keresztül, amíg műalkotás nem lett belőle. Tehát az az energia, amely elképesztően ártóan, önzően, borzasztóan tud megnyilvánulni, az ennek a kivetülése mindenféle művészi alkotás, alkotói folyamat nélkül. Ha ide behoznának kétszer 50 liter benzint egy-egy hordóban, és meggyújtanák, mindannyian meghalnánk. Szörnyűség ezt a 250 liter benzint beletennék egy-egy autóba, ahol egy fantasztikusan beállított motor fogadná, el lehetne vele menni 800 kilométert darabja. Ez a különbség. És ugyanaz a nyersanyag. Csak ott van a motor, ott van az egész hajtáslánc, ott van az elektronika, ott van az, ami ezt a nyers erőt, ami a benzin hajtó ereje, átalakítja egy olyan kinetikus energiává, amely biztonsággal egy egész családot visz ezen az úton, egy autóban. Tehát ne válasszuk külön a kettőt, de viszonyuljunk az egyikhez úgy, hogy azt szeretném elsajátítani, és a másikat ott hagyom. Miért? Mert nem a te karmád, és hogyha téged nem sértett meg, ha a te életedet nem tette tönkre, ha téged nem gázolt le, akkor azzal nincs dolgod. Azt megteszi az, akinek az életébe elfogadhatatlan módon belegyalogolt, akit tönkretett, akit megkárosított, és a többi. Tehát hagyd ott a karmát, és saját el azt a művésziséget, darmát és egyebet, amelytől te gazdagodsz. És lásd azt a folyamatot, hogy nem két emberről van szó, egy Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ugye? Vagy Sente és Sújta urak, ugye? Nem, hogy egy valakiről van szó, csak az egyik esetben így működik, a másik esetben pedig úgy. Itt nekünk kell nagyon óvatosnak lenni. Elsősorban azzal, hogy hogyan viszonyulunk az ilyen típusú emberekhez, illetve, hogy magunkban is megtapasztaljuk ugyanezt, és képmutatás, belső vagdalkozás nélkül úgy viszonyuljunk a világhoz, hogy mindig az autentikus önmagunkat mutassuk. Na, ez egy nehéz kenyér, ugyanúgy, mint az első. Nehogy azt itt hogy benned ez kisebben, vagy esetleg nagyobban nincs meg, mint aki a hírek olvastán megbotránkozó. Megvan, csak még nem láttad. Úgyhogy ez a fajta feldolgozatlan karma, vagy sötét oldal, vagy a személyiség elfogadhatatlan működése a kabzsiság és a düh alapján mindenkiben ott van, csak nem jön ki nem lesz akkora, nem teszik nagyító alá, ugye, és nem lesz médiasztár, ugye, negatíve. Úgyhogy ezért kell vigyáznunk, hogy mind kívül, mind belül ezeket a dolgokat egységesen tisztállásuk, viszont tudjuk azt, hogy ebből pontosan mit sajátítsunk el, illetve mit adjunk a világnak. Ez a felnőtt viselkedés, mert ez az, amely közelebb visz minket a felébredéshez. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, a művelődési háznak a fantasztikus lehetőséget, remélem még többször is jelen lehetünk itt, és kívánom azt, hogy mindannyian járjuk az utat, amely nem zen út, vagy egyéb út, hanem maga az út. Találjuk meg azt a hagyományt, amelyet hittel, elszegődéssel és alázattal követhetünk. Találjuk meg a tanítónkat, a tanítást és a tanítványi közösséget, ahol létezhetünk. Érjük el az emberi tudat legmagasabb rendű állapotát, a megvilágosodást, és szabadítsunk meg minden létezemvedést a köszönöm a figyelmet.